Tisztelt kollégák, kedves hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a mai esti előadásunkon. Egyúttal köszönöm a megtiszteltetést, hogy ma itt álltok Önök előtt ebben a hallatlan, illusztris előadói társaságnak a tagjaként, aki ebben a fél évben szerepelt itt a Ludovika Szabad Egyetemen. A mai estén Indiáról fogok néhány gondolatot megosztani Önökkel, mégpedig India viszonyáról az orosz-ukrán háborúval összefüggésben. És ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni, négy területet kell röviden elemeznem Önöknek, ahhoz, hogy megértsük Indiának a sajátos viszonyát a jelenleg és zajló háborús konfliktushoz. Az első terület a történelmi háttér, India és Oroszország kapcsolatainak a rövid története. A második a katonai kapcsolatok, a harmadik a gazdasági kapcsolatok elemzése lesz, még a negyedik az indiai hatalmi politikának néhány sajátos aspektusát fogja kiemelni, amelyekből le fogjuk tudni vonni azokat a tanulságokat, amelyek segítenek majd nekünk a előadáson végén. Egyrészt az indiai reakciókat értelmezni, másrészt pedig India jövőbeli várakozásait megérteni az orosz-ukrán háború kapcsán, és feltárni azt, hogy mik is az indiai dilemmák ezzel a jelenlegi konfliktussal összefüggésben. Amikor a ukrán és orosz konfliktus idén februárban egy tragikus háborús eszkalációt kezdett, akkor érthető módon rávetült a nemzetközi figyelem nem csak Magyarországon, hanem a nemzetközi közösség széles köreiben. Azokra az országokra, akikről úgy tartották, hogy komoly befolyásuk van Oroszországra, komoly befolyásuk van a nemzetközi erőviszonyokra. Vajon miként fognak ezek az országok reagálni, és közöttük India volt az egyik nagyon fontos tényező, az egyik olyan állam, akire nagyon komoly figyelem hárult. India magatartásának az értelmezéseit Európában túlnyomó részt, bár érthető módon, de hibásan, az európai történelmi tapasztalatoknak, morálnak, kulturális, illetve politikai beidegződéseknek alárendelve formálódik. Mint látni fogjuk az előttünk álló egy órában, ennek azért indiai nézőpontból egészen más megvilágítása is lehetséges. Mindenek előtt Oroszország, akkor még a Szovjetunió természetesen, és India, a mai indiai köztársaság jó viszonya még a hidegháborús évtizedekig nyúlik vissza. 1947. április 3-án történt a diplomáciai kapcsolatfelvétel a Szovjetunió és India között. Annak az Indiának kedvezve, ami akkor még nem is volt független állam, hiszen csak 1947. augusztus közepén nyerte el a függetlenségét, de akkor már azért tudni lehetett, hogy ez rövidesen bekövetkezik. És India, mint a legjelentősebb egykori gyarmat, a szuverén államok sorába lépve, a Szovjetunió számára is mindenféleképpen egy érdekes aktorrá lépett elő a nemzetközi közösségen belül. 1955. júniusában Jawaharlal Nehru, az akkori indiai miniszterelnök, az első nem kommunista kormányfő volt, akit Moszkvában fogadtak, meglátogatta a szovjet vezetőket, és elbeszélgetett velük India politikáját illetően. Úgy tűnik, működött a kémia. A megbeszélés többé-kevésbé sikeresen zárult, amit mi sem bizonyított jobban, mint hogy 1955. decemberében Nikita Szergejevics Hruscsov, akkor már főtitkár, Új-Delhibe látogatott, és kimondta a legfontosabb gondolatot, amit az akkori indiai vezetés hallani szeretett volna egy szuperhatalom vezetőjétől. Kashmir az indiai szövetségi köztársaság egyik szövetségi állama. Magyarán szóval a Szovjetunió elismerte India kashmiri területi jogait, területi igényét. A kezdet kezdetén a Szovjetunió viszonylag semlegesen viszonyult Indiához, ekkor az 50-es évek közepén azonban már érződött a közeledésnek a kísérlete. Ez nem volt független a hidegháború alakulásától, 1954-ben az Egyesült Államok szerződést írt alá Pakisztánnal, barátsági és védelmi szerződést, amelynek értelmében tulajdonképpen Pakisztán az Egyesült Államok szövetségese lett itt Dél-Ázsiában. Logikus volt a szovjetek számára tehát, hogy India felé orientálódjanak. Az indiaiak pedig hát a nemzetközi életet erősen befolyásolni tudó államú barátságát keresték. A Szovjetunióval szemben nem voltak semmiféle averziók. Elmondták az indiaiak a szovjet elvtársaknak is, hogy ők nem tartanak a kommunizmustól, nem látnak benne automatikusan ellenséges entitást. Egyébként pedig mélységesen egyetértenek a dekolonizációval, az antiimperializmussal, és a gyarmati népek felszabadulására irányuló törekvésekkel. Ilyen vonatkozásban tehát a szovjet és az indiai stratégia számos közös pontot tudott felmutatni.
1962. október-novemberében kitör az úgynevezett 33 napos háború, vagy indiai-kínai határháború. Részletekbe nem szeretnék belemenni, ami a lényeg, az addig a szuperhatalmaktól távolságot tartó, bizonyos mértékű önállóságot preferáló indiai különös biztonságpolitikai vonalvezetés lejáratódik. Nyilvánvalóvá válik, hogy ezt nem lehet tovább fenntartani, hiszen Kínától India vereséget szenved, és egy nagyhatalmi támogatót kell keresni. A 60-as évektől kezdve ezt a Szovjetunióban találják meg, lévén, hogy az Egyesült Államok már a rivális Pakisztánnak lett a szövetségese, és megkezdődik a szovjet eredetű haditechnika és fegyver, illetve muníció tömeges áramlása Indiába. A hidegháború során az indiai állam több szovjet haditechnikát és hadfelszerelést kapott, mint bármelyik varsói szerződés tagállam. A 60-as évektől kezdik ezt fölfuttatni, és ezzel a Szovjetunió India védelempolitikájának legjelentősebb külső támaszává lép elő. 1971. augusztus 9-én szerződésbe is foglalják a két fél barátságát, megszületik a szovjet-indiai barátsági és együttműködési szerződés, amely nyilvánvalóvá teszi hát azt a dolgot, ami már akkor évek óta ismert volt egyébként a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozók számára, nevezetesen, hogy India a Szovjetunió partnere, de nem csatlósa, és ez nagyon fontos. Nem a Varsói Szerződés tagállamaihoz hasonló csatlós státuszt alapoz meg ez a szerződés. India megtartja a stratégiai önállóságát, de egyezteti biztonságpolitikáját és külpolitikáját a Szovjetunióval, rendszeresen tárgyalnak a nemzetközi életet tematizáló ügyekről, egyúttal lehetővé válik a szovjet technológiának az Indiába áramlása. Tulajdonképpen olyan mértékben és olyan mennyiségben, amilyen mennyiségben ezt az indiaiak igénylik. 1975. április 14-én lezajlik egy nagyon érdekes folyamat. Ez a himalájai Szikkim fejedelemségnek az integrálása. Szikkimről azt érdemes tudni, itt a térképen látják is, hogy egy Bután és Nepál közé ékelődött kis hegyvidéki fejedelemség volt, amely egy nagyon gyenge lábakon álló félfüggetlenséggel rendelkezett a gyarmati időkben. Ugye, ekkoriban 1975-ben a szikkimi fejedelemmel szemben belső zavargások törnek ki, az indiai haderő bevonul a fejedelemség területére, és egyúttal kiír egy népszavazást, egy azóta is rendkívül vitatott tisztaságú népszavazást, ahol a válaszadók túlnyomó többsége, 91%-a úgy dönt, hogy az indiai szövetségi köztársaság részévé kívánja tenni Szikkimet. Hogy ennek mi értelme volt, az talán a térképen nem annyira egyértelmű, de mindenképpen érdemes megjegyeznünk. Szikkimmel kiegészülve India területe valamennyire védhetőbbé válik ezen az úgynevezett Siliguri koridoron keresztül, amely India magterületeit Indiának ezekkel az észak-keleti államaival köti össze. Ez a Siliguri koridor egy kicsikét ki tud szélesedni, és ezáltal Szikkim hallatlan stratégiai szerepét be tudja tölteni India önvédelmében, elsősorban Kínával szemben. Ami miatt ez érdekes, hogy a szikkimi népszavazást gyakran összevetik a 2014-es krími népszavazással, ami ugye tudjuk orosz katonai jelenlét mellett fölötte vitatott tisztasággal zajlott le. Végeredményben, amikor először rácsodálkozott a világ arra, hogy vajon India miért nem emel szót 2014-ben az orosz területnyereséggel szemben, akkor bizony ennek a szikkimi népszavazásnak az emlékét kellett felidézni magunkban. A Szovjetunió ugyanis elismerte a szikkimi népszavazás eredményét, és ezáltal jó indulatot tanúsított India saját területi aspirációival szemben. 1988-ban Rajiv Gandhi, akkor indiai miniszterelnök végre rászánja magát, hogy javítsa valamelyest a kínai népköztársággal fennálló addig egyébként nagyon, nagyon ellenséges kapcsolatot. Moszkva elősegíti ezt és ösztönzi a két ázsiai hatalomnak a közeledését. Úgyhogy végeredményben, amikor bekövetkezik a Szovjetunió összeomlása, akkor Indiában egy olyan állam távozását látják ebbe, amire ők mindig is számíthattak, India biztonságának, nemzetközi szerepének egyik nagyon fontos támaszát jelentette, amit tehát szeretnék mindenképp a lelkükre kötni tanulságként, hogy az indiaiakban nem volt félelem a Szovjetunióval szemben, és pláne nincs félelem az Oroszországi Föderációval szemben. Ők alapvetően egy olyan állam emlékét őrzik, amellyel kapcsolatban nekik pusztán pozitív emlékeik vannak. 1993. januárjában Boris Jelcin, önök számára a név valószínűleg nem sokat mond, Oroszország első elnöke volt, és egy hallatlanul színes figurája a nemzetközi kapcsolatoknak. Boris Jelcin ellátogat Új-Delhibe, és biztosítja indiai barátait arról, hogy továbbra is Oroszország vállalja azokat a kötelezettségeket, amelyeket egykor a Szovjetunió vállalt Indiával szemben.
És a 2000-es évektől, ez már a Putyin érának a milliójébe illik, Oroszország egy tágabb együttműködésnek is igyekszik megnyerni Indiát, egy háromoldalú orosz-indiai-kínai együttműködésnek, amely azonban már kijelöli az orosz-indiai kapcsolatoknak a lehetséges korlátait, és India féltékenyen őrzi a stratégiai autonómiáját, és az ellenséges Kínával szemben a bizalom olyan mértékben hiányzik, hogy már nem igazán vevő erre az együttműködésre. De 2017-ben azért összehozzák India csatlakozását a Shanghai Együttműködési Szervezethez, és éves csúcstalálkozókat rendeznek a két ország között. Azóta is ezek az éves csúcstalálkozók zajlanak, és Új Delhi és Moszkva kiemelt partnerként, stratégiai partnerként kezeli egymást. Ugye, amint arra igyekeztem utalni, a Szovjetunió egy elsődleges katonai partner volt India számára. 1970-ben Indira Gandhi, akkor indiai miniszterelnök, a kongresszuspárt előtt tart egy beszédet, aminek sok érdekes gondolata van. Itt az egyiket emeltem ki az önök számára. A fejlődő országok problémáinak kezeléséhez nem elegendő az idealizmus és a szentimentalizmus, hanem elengedhetetlen hozzá a világos és hidegfejű gondolkodás és az adott szituációk mély elemzése is. Mit jelent ez? Indiának nagyhatalmi partnert kell találni ahhoz, hogy a problémáit valamilyen módon kezelni tudja. Nem tartható az a korábbi politika, amit egyébként Indira Gandhi édesapja Jawaharlal Nehru vitt, ami egyenlő távolságot igyekezett tartani a világ két szuperhatalma között. Tehát Gandhi asszony végeredményben az általam említett szovjet-indiai megállapodásnak az ideológiai előkészítését végzi ekkor a belpolitikában. Mint mondottam, a 62-es határháborút követően az indiai fegyveres erők gyors fejlesztésbe kezdtek, és a haditechnika import elsődleges forrása a Szovjetunió volt ekkoriban. Minek eredményeképpen a 90-es évek közepére az indiai szárazföldi erők eszközállományának csaknem 70%-a, a légierőjének hozzávetőlegesen 80%-a, míg a haditengerészetének 85%-a volt szovjet, illetve orosz eredetű. Mondanom se kell, ezt a irgalmatlan méretű arzenát nem lehetett néhány éven belül lecserélni. Alapvető fontosságú kérdés volt, hogy Oroszország tudja-e vállalni az alkatrész utánpótlását, tudja-e vállalni adott esetben a nagyjavítását ezeknek az eszközöknek, ahol kell a pótlását, és mint említettem, Boris Jelcin erre ígéretet tett 1993-ban, tehát az indiai stratégiai dilemma láthatóan megoldódott ezzel kapcsolatban. 1960-as években kezdődtek India védelmi célú nukleáris kutatásai, és erre ma már viszonylag ritkán szoktak emlékezni. 1967-ben már megszületett a szovjet szakértői jelentés, amely egyértelműen kifejti, hogy amennyiben India atomfegyver kifejlesztésére kívánja rászánni magát, az kevesebb, mint egy éven, nagyjából 10-11 hónapon belül meg is tehetné. Egy évre rá a magyar állandó ENSZ képviselet memorandumában olvashatjuk a következőket. Az elsődleges célkitűzés a béketábor részéről az NSZK atomfegyverhez jutásának a megakadályozása, amely a harmadik világháború kirobbanásának a veszélyét idézné fel. India és Pakisztán nukleáris fegyverkezése ezzel szemben valójában nem vezetne komoly nemzetközi feszültséghez. A dokumentum a Magyar Nemzeti Levéltárban megtalálható, ami egyértelmű, Szovjetunió nem kívánja gátolni India nukleáris ambícióit, nem örül neki, de különösebben keresztbe sem fekszik előtte. 1974 májusában ennek megfelelően működésbe lép a társivatagban az első ismert indiai nukleáris fegyver, és hát a Szovjetunió, mint mondtam, nem lelkesedik, de nem is akadályozza a folyamatot. A hidegháború végére tehát a Szovjetunió mind a hagyományos fegyverkezés tekintetében, mind pedig a speciális nukleáris fegyverkezés tekintetében India számára egy hallatlanul megbízható és barátságos beállítottságú államnak bizonyult. És a 90-es évektől Oroszországi Föderációban is ezt a szerepet keresik és találják meg. A 2000-es évekre ennek megfelelően nagyon komoly katonai programok indulnak el, amik közös fejlesztési programokat takarnak. Nagyon komoly csúcskategóriás haditechnikai eszközök fejlesztéséről beszélünk, amelynek eredményei máig erősítik az indiai fegyveres erőket. Tehát a Szovjetunió és India közötti fegyverkereskedelem nagyjából úgy nézett ki, hogy az indiai fegyverimportnak 66%-a a Szovjetunióból érkezett 1955 és 1991 között. Ugye 1992 és 2021 között az Oroszországi Föderációból érkező fegyverzet az indiai fegyverimportnak olyan 65%-át tette már ki.
Tehát lényegében, mint látják, nem változott az évtizedek folyamán, a tartalma természetesen átalakult. Ugye egyrészt azért, mert hát Indiának más típusú igényei támadtak, már jóval kevesebb fegyvert importál, nagyon sok mindent licenszgyártás keretében helyben gyártat le. Másrészt pedig hát más beszerzési források is beléptek a képbe, de összességében véve azt kell látnunk, hogy Oroszország továbbra is egy nagyon fontos fegyverforrás maradt, a katonai együttműködés egy nagyon fontos bázisállama, és ilyen tekintetben teljesen egyértelmű, hogy mint katonai relációt nem lehetett kiváltani egyik napról a másikra, vagy egyik hónapról a másikra. Az elsődleges katonai partneri státusz ugyanakkor egy másodlagos gazdasági partneri státusszal társul. A Szovjetunió összeomlását követően ugyanis az egykori keleti blokk országai gyorsan értékelődtek le az indiai gazdasági kapcsolatrendszeren keresztül, és 1991-ben elindítják az indiai gazdasági reformokat, azokat a gazdasági reformokat, amelyek eredményeikben tulajdonképpen ahhoz a helyzethez vezettek, aminek ma is tanúi vagyunk. Indiát az egyik első számú feltörekvő gazdasággá emelték. És a gyors gazdasági növekedésnek köszönhetően 2003-ra az indiai GDP értéke megduplázódik az addigi állapotához viszonyítva, hogy a 91 és 2003 között, ugye napjainkra már tulajdonképpen több mint négyszeresére nőtt az indiai GDP a hidegháborús állapotával összevetve. És napjainkra az export termékkínálata nagyon jelentősen kiszélesedett. Mi a fontos konklúziónk ebből fakadóan? India számára megváltozott a gazdasági kép. A továbbiakban Oroszország már nem olyan fontos, nem olyan nélkülözhetetlen partner, mint ahogy az a korábbi évtizedekben megfigyelhető volt. Már nem szorul rá az orosz gazdasági relációra. Jól lehet, a kezdeti időszakban, ha mondjuk valakinek a Magyar Nemzeti Levéltárban kedve támadna ezeket a iratokat elővenni, akkor azt látná, hogy a kezdeti időszakban a magyar-indiai kereskedelmi tárgyalások például úgy néztek ki, hogy az indiaiak folyamatosan próbálták elérni például a rádióalkatrészeknek az exportját Indiába. Tehát meglehetősen egyszerű gazdasági szerkezetről tanúskodik ezeknek a tárgyalásoknak a napirendje. A napjainkra India már egy hallatlanul összetett gazdasággal, termeléssel rendelkezik. És ebben a kereskedelmi rendszerben, amit fenntart, Oroszország már nem igazán erős szereplő. 2019-2020-ban Oroszországban az indiai export nagyjából 1%-a ment. Ukrajnában 0,2%-a. Ugye 19-20, hogy azt érdemes tudniuk, hogy Indiában a bolondok napi pénzügyi évet számoltják, tehát április 1-ével kezdődik, március 31-ével végződik. Tehát ilyen dupla költségvetési éveket tudok az emlékezetükbe idézni. Ez alatt az idő alatt, tehát 2019-2020-ban az import 1,6%-a jött Oroszországból, 0,6%-a Ukrajnából. Nem akarom nagyon részletezni, az orosz import legnagyobb tételei a kőszén voltak, nagyjából 15,5%-kal, a nyersolaj 5,5%-kal, a gyémánt 11,5%-kal, bizonyos növényi olajok 5,6%-kal, ásványi nyersanyagok, kémiai alapanyagok, illetve bizonyos gépipari termékek. Ugye, ami számunkra roppant érdekes az az, hogy Oroszország szinte harmadik világbeli exportszerkezettel rendelkezik India irányába. Nyersanyagokat, élelmiszereket, egyszerűbb termékeket exportál Indiába, míg India a legváltozatosabb termékeket exportálja Oroszországba. Döntően gyógyszereket, olyan 15,5% volt az indiai exportban, 2019-2020-ban híradástechnikai eszközöket 8,2%-ban, emlékezzenek rá, az 50-es években még tőlünk akartak rádióalkatrészeket kérni. Most már ők exportálnak híradástechnikai eszközöket Oroszországba. Tehát járműalkatrészeket jelentett még az exportjuk nagyobb hányada. Ukrajnába főként egyébként ugye ezeket a termékeket szállították, míg az importjuk több mint 70%-a növényi olaj volt, 10%-a pedig nitrogénezett műtrágya az ukrán államból. Ami tehát tanulságként megjegyzendő, hogy az orosz gazdasági reláció tulajdonképpen a töredékét jelenti, nem csak az amerikai-indiai gazdasági relációnak, de még az indiai-kínai gazdasági relációnak is a két oldalú kereskedelem összértékét illetően. Amikor tehát ezt a viszonyrendszert vizsgáljuk, akkor nem annyira a gazdasági tényezőt kell első helyre helyeznünk.
Az oroszokkal folytatott kétoldalú kereskedelem összértéke azonban növekedni látszott az elmúlt években, 2020-21-ben 8,1 milliárd dollárról, 2021-22. Statisztikai évre már 11,9 milliárd dollárra nőtt, kisebb mértékben bár, de az Ukrajnával folytatott kereskedelem is növekedett ez alatt az idő alatt. Ám mindezzel együtt sem Oroszország, sem Ukrajna nem volt ott ezekben az években India 20 legfontosabb külkereskedelmi partnere között. 2022. októberére ez a kép megváltozni látszik. Oroszország a 7. helyre jön fel az ország külkereskedelmi partnereinek a rangsorában, emlékezzenek rá, egy évvel ezelőtt még a 20 között sem volt ott, a kétoldalú kereskedelemnek az értéke alapján. Ezen belül a nyersanyagimport kezdett domináns szerepet játszani. A növekedés a kőolajimport esetében 6-szoros, a kőszénimport esetében viszont 4-szeres volt ez alatt az idő alatt Indiában. Indiában havonta kiadják a statisztikákat a nyersanyagimportról. De 2022. októberére az előző év azonos időszakához képest 6-szor annyi kőolajat és 4-szer annyi kőszenet importáltak már Oroszországból. A földgáz itt nem játszik szerepet, integrált gázvezetékhálózat Oroszország és Dél-Ázsia között nincsen. Így ennek megfelelően Oroszország nem elsődleges forrás, és amikor ezt az indiai diplomácia vezetőjének a fejére olvasták, Subramaniam Jaishankar külügyminiszter a következőt mondta: nekem erkölcsi kötelességem biztosítani a legjobb üzletet az indiai társadalom számára. Lévén választott vezetőkről van szó, egyébként az igazában nincs okunk kételkedni. Hogy ez miért fontos India számára, arra az záró gondolataimban még vissza fogok térni. Az ország legnagyobb külkereskedelmi partnerei már 2 éve az Amerikai Egyesült Államok. Ugyanakkor 55,5 milliárd dollárt tett ki az év első 5 hónapjában az amerikai-indiai kétoldalú kereskedelem. Amerikai szemszögből a dél-ázsiai ország a 8.-9. helyen van egyébként a rangsorban. És India mind a termékek, mind a szolgáltatások tekintetében jelentős aktívumot realizál az amerikai kereskedelmén. Ezt az aktívumot szeretné is megtartani. Ugye már Donald Trump kereskedelmi háborúja idején fölmerült, hogy micsoda dolog az, hogy az indiaiak keresnek valamit rajtunk amerikaiakon. Hát ezt akkor próbálták az indiai aktívumot is csökkenteni, ezt akkor sikerült elhárítani. Ami fontos tanulság, az amerikai gazdasági kapcsolatok nagyságrendekkel fontosabbak India számára, mint az oroszok, az összértéküket tekintve, bár egyes termék kategóriákban Oroszország valóban nagyon fontos importforrásá vált. A végeredményben azt kell látnunk, hogy az indiaiak az oroszokkal fenntartott gazdasági kapcsolataiban igyekeznek úgy manőverezni, hogy az az amerikai relációkat ne veszélyeztesse. És valószínűleg a mozgásuknak a korlátait is ez fogja majd meghatározni a jövőre nézve. A negyedik tematikai blokkhoz lépünk, ugye beszéltünk a történelmi hátterről, beszéltünk a katonai kapcsolatokról, beszéltünk a gazdasági kapcsolatokról, és most nézzünk egy kicsikét rá India hatalmi identitására és geopolitikai szemléletére. Indira Gandhi miniszterelnök asszony 1970-ben az általam már ide citált belpolitikai kongresszuson egy másik észrevételt is tesz, ami mind a mai napig hatással van egyébként az indiai stratégiai gondolkodásra. Ez úgy hangzik, hogy nem csak a nemzeti becsület, de a nemzeti érdek is megköveteli, hogy döntéseinket belső és nemzetközi ügyekben ne terhelje semmilyen külső diktátum. Mit jelent ez? India autonóm hatalom. Nem rendelődik alá egyetlen más hatalmi centrumnak sem. Külpolitikáját kizárólag saját érdekei és saját biztonsági igényei határozzák meg. Nem vívja meg senki konfliktusait helyette, és távolságot tart minden olyan helyzettől, amely nem kívánt konfliktusokba vonná be Indiát bármelyik másik ország oldalán. Ebben a vonatkozásban a stratégiai önállóság megőrzése egy hallatlanul fontos imperatívussá vált. Miért citálok ide önöknek több mint 50 évvel ezelőtt elhangzott mondatokat? Azért, mert az indiai stratégiai gondolkodás ebből a szempontból hallatlanul koherens. És olyan célkitűzéseket dédelget, amelyek már évtizedekkel ezelőtt is relevánsak voltak. India függetlenné válásától kezdve egy különleges hatalmi centrumként tekint önmagára. Egy olyan hatalmi centrumként, amelynek nagyhatalmisága kezdetben nem katonai természetű volt. Hiszen katonai ereje nem volt meg hozzá. Nem is gazdasági természetű volt, hogy hiszen a világ egyik legszegényebb országának számított, hanem sokkal inkább erkölcsi tekintélyként igyekezett pozícionálni magát a világban.
egyúttal a Föld egyik legnépesebb államaként és egyik legősibb civilizációjának otthonaként, az emberiség fejlődésének egyik természetes letéteményeseként tekintett önmagára. A hidegháború évtizedeitől kezdve a Szovjetunió barátságának és haditechnikai támogatásának köszönhetően ebből az állapotból elmozdulás történt. A 70-es évektől már egyértelműen regionális hatalomként pozícionálja önmagát India Dél-Ázsián belül, majd az 1990-es évektől kezdve korlátozott globális hatalmi ambíciókat hirdett meg. 1998 májusában 5 újabb kísérleti nukleáris robbantással India demonstrálja atomhatalmi képességeit a világ számára. Ezzel az indiai hatalmi politika egy új korszakába lép. Az Amerikai Egyesült Államok kezdetben, ahogy az várható volt, nem tetszését fejezi ki, majd 2001. szeptember 11-e egy merőben új helyzetet teremt ebből a szempontból is. És a 2000-es évek közepétől egyre inkább elmélyül a stratégiai együttműködés India és az Amerikai Egyesült Államok között. Ennek a stratégiai együttműködésnek nagyon sok vetülete van. Egyrészt 2006-tól a békés célú nukleáris együttműködési megállapodás is megköttetik, amelyel az Egyesült Államok elismeri India de facto atomhatalmi státuszát, egyúttal hozzáférés biztosít számára a nukleáris technológiák és alapanyagok nemzetközi piacához, amelyel egyébként hallatlanul nagy feszültséget kelt a nonproliferációs rezsimen belül. Másrészt az amerikaiak Indiában egy nagyon fontos politikai támaszt is látnak, olyan témák összefüggésében, mint például a terrorszervezetek tevékenységének visszaszorulása, Afganisztán politikai vonalvezetésének megváltoztatása, ugye ekkoriban az Amerikai Egyesült Államok ott van Afganisztánban, és igyekszik egy, hát a tálibokétól gyökeresen eltérő politikai berendezkedést meghonosítani, és nem mellesleg a kínai népköztársasággal folytatott stratégiai versengésben, amely keretén belül az amerikaiak azt remélik, hogy India felhasználható lesz még Ázsián belül a kínai hatalmi építkezés korlátozására. A 2000-es években ezek a számítások már ott vannak, a 2010-es évektől pedig amerikai stratégiai dokumentumok sora erősíti meg az amerikaiak részéről ezt a vonalvezetést, ezeket a kalkulációkat. Ezzel párhuzamosan az indiai óceán térsége hallatlanul felértékelődik. Az Egyesült Államok stratégiájában is, de egyébként India stratégiájában is. És megtörténik két zónának az elválasztása India részéről. Egyre inkább annak vagyunk a tanúi, hogy az indiai stratégiai kalkulációban a szárazföldi zóna és a tengeri zóna sok tekintetben elválik egymástól, mivel az indiaiak érzékelik, hogy eltérő lehetőségeket tartogat ez a számukra. A tengeri zónában az Egyesült Államok nagyon fontos szereplő, mint a világ első számú tengeri hatalma, Oroszország viszont az égvilágon semmilyen szerepet tulajdonképpen már nem tud játszani. A szárazföldi területeken viszont ott, ahol Indiának mind a mai napig határvitája van a kínai népköztársággal, az orosz kapcsolatrendszerre továbbra is támaszkodnának az indiaiak, és hát ahogy mondottam, ott van a fegyverkezésnek a kérdésköre is. Washingtonban hallgatólagosan elfogadták azt, hogy India különlegesen látja a világot és a nemzetközi kapcsolatokat, a különböző területeken eltérő stratégiai érdekei eltérő államokkal tesznek szükségessé kapcsolatépítést. Ennek megfelelően az orosz-indiai és az iráni-indiai kapcsolatok is fennmaradhattak. Jól lehet, voltak egy időben törekvések amerikai részről arra, hogy mind a kettőt igyekezzenek leépítetni új Delhivel. Nagyon hamar világossá vált, hogy ez nem lehetséges. Jól lehet, az borítékolható volt, hogy amennyiben a helyzet kiéleződik, akár amerikai-orosz viszonylatban, akkor India is nyomás alá kerül. Békeidőben könnyű kimondani azt, hogy mi elfogadjuk a fennálló status quo-t India részéről is, de hogyha itt van egy fegyveres konfliktus, akkor természetes politikai értelemben természetes, hogy ez a nyomás kialakul. Mit tesz Isten? Nem egészen egy hónappal ezelőtt az Egyesült Államok kiadta legújabb nemzetbiztonsági stratégiáját, esetleg már találkozhattak a dokumentummal, amelynek az egyik sarkalatos megállapítása a következőképpen hangzik. Szövetségeseink és partnereink oldalán Amerika elősegíti, hogy Oroszország-Ukrajna elleni háborúja stratégiai kudarc legyen. Vajon Indiának is érdeke az, hogy ez a stratégiai kudarc bekövetkezzen? Vissza fogok majd még térni rá egy kicsit. Tény, ami tény azonban, Új Delhi számára hallatlanul fontos a kínai népköztársaság kordában tartása,
És nagyon fontos az is, hogy az Egyesült Államok elismerje és támogassa nagyhatalmi szerepét az Indiai-óceán térségében. Ennek megfelelően nagyon fontos az a washingtoni barátságának a megőrzése. Ebben a vonatkozásban eddig komoly feszültségforrások nem merültek fel, bár meg kell jegyezzem önöknek, a jelenlegi amerikai nemzetbiztonsági stratégia valamivel kevésbé meleg hangon fogalmaz Indiával összefüggésben, mint az elődei tették. Ugye India már csak egy ország a fontos partnerek közül, ugye megemlítik, hogy fő védelmi partnere az Egyesült Államoknak, a Quad, a négy oldalú biztonsági párbeszéd tagjaként is kiemelik a szerepét egy felsorolásban, de már minthogyha nem látszana az a feltétlen bizalom az Egyesült Államok részéről, amit igyekeztek India felé sugalni az elmúlt másfél évtized során. Lehet, hogy nincs a gyakorlatban nagy jelentősége, az előttünk álló években meg fogjuk majd látni. Négy oldalú biztonsági párbeszéd, vagy Quad, ugye ezt említettem önöknek, az Egyesült Államok, India, Japán és Ausztrália biztonsági és külpolitikai egyeztető fóruma. Egyre inkább kétoldalú megállapodásokon keresztül már biztonság és védelempolitikai dimenziókat is ölt. India számára szintén hallatlanul fontos a kínaiakkal szembeni ellensúly képzés érdekében. Igen ám, csak hogy jelenleg a Quad másik három tagállama is orosz ellenes hangot üt meg, és ilyen álláspontot foglal el. Ezeknek a tanulságoknak a tükrében érdemes tehát értékelnünk India reakcióit az orosz-ukrán háborúra. Engedjék meg, hogy tehát erre térjek rá a előadásom következő blokkjában. Kezdeném talán ott, hogy 2022. február 4-én Oroszország és Kína elnökei leültek tárgyalni egymással, talán erre önök is emlékeznek, a hír eljutott önökhöz, és ennek során felszólították a NATO-t, hogy idézem, vesse el az ideologizált hidegháborús megközelítést, és tartsa tiszteletben más országok szuverenitását, biztonságát és érdekeit, valamint civilizációs, kulturális és történelmi hátterű különbözőségét. Mondta Vladimir Putyin és Xi Jinping. Nem egészen két hétre rá, három hétre rá, ugye megtörténik a Ukrajna elleni orosz támadás. No comment, ugye más államok szuverenitásának és biztonság érdekeinek tiszteletben tartása szellemében. Ellenzik továbbá a NATO bővítését is, ezt is szóvá teszik a nyugat számára. Indiának azonban ezzel kapcsolatban nincsen semmiféle fenntartása, nincs ezzel szemben problémája a NATO bővítésével. A orosz és indiai hatalmi politika stílusa, az a megközelítése, hogy a nemzetközi rend formálása kizárólag a nagyhatalmak ügye, a kisállamok pedig alkalmazkodjanak, ugyanakkor kellemetlen történelmi emlékeket ébreszt fel egy egykor gyarmatosított társadalomban. India elitje végeredményben nem adta jelét annak, hogy számított volna a nyílt fegyveres konfrontáció kitörésére Oroszország és Ukrajna között. Meg kell jegyezzem, az indiai hírportálok is időről időre azért megemlékeztek arról, hogy vannak olyan amerikai titkosszolgálati értesülések, ami háború előkészületéről szólnak. Az amerikaiak egyértelműen azt kommunikálják, hogy az oroszok támadni fognak. Egyetlen baj van, Indiában hagyományosan nagyon gyanakvóan kezelik a titkosszolgálati értesüléseket, főleg a nyugati titkosszolgálati értesüléseket, de még a szovjet titkosszolgálati információinak sem hittek mindig. A dél-ázsiai társadalmakban van egy ilyen beidegződés a hidegháború évtizedei óta, hogy a titkosszolgálati mahinációk nagyon gyakran ott állnak a különböző belpolitikai konfliktusok, illetve politikai merényletek hátterében, éppen ezért ezekkel szemben nagyon nagy óvatosságot kell mutatni. Ebben időnként igazuk volt, időnként nem. Ami viszont biztos, hogy az indiaiak nem tűnik úgy, hogy különösebben hittek volna az amerikaiaknak. Ami azt eredményezte, hogy amikor kirobbant a nyílt fegyveres konfliktus, Indiának mintegy 20 000 állampolgára volt Ukrajna területén, akiket ki kellett menekíteni valahogy. A Ganga művelet keretében történt meg mindez. A Ganga a Ganges folyónak a indiai elnevezése. Tehát a Ganga művelet keretében kezdték meg az indiai állampolgárok evakuálását, légiúton, illetőleg Ukrajnával szomszédos államok segítségével, többek között Magyarország segítségével is. Ugye a nagy többségüket végeredményben sikerül evakuálni, az oroszok megpróbálják egyébként felhasználni az indiai állampolgárok jelenlétét, és azzal vádolják az ukránokat, hogy élő pajsként használták ezeket a külföldi illetőségű személyeket.
India ezt egyébként cáfolta, meglehetősen nyíltan. Az indiai diplomácia kifejezi nem tetszését a háború miatt az oroszok felé, ezt azonban alapvetően nem konfrontatív módon teszi. Mint nyilván önök is hallomásból legalább tudják ezt, nyugaton ezt sokan sérelmezték. Az ukrán elnök is igyekezett egyfajta pálfordulásra, más típusú politizálásra rábírni az indiai miniszterelnököt, az indiai kormányzatot. A nyugati fővárosokban is igyekeztek olyan kommunikációt folytatni India felé, hogy határozottabb kiállást, Ukrajnát jobban pártoló kommunikációt várnának el az indiaiaktól. Az indiai diplomácia persze nem teljesen így működik. Tehát ők azért a konfrontációt igyekeznek kerülni, és a konfrontatív hangvételt különösen a fontos partnereikkel szemben. És volt még egy nagyon fontos szempont emellett, hogy India társadalmát igazából az orosz-ukrán konfliktus nem rázta meg. Ez a külföldi hírek között szerepel sokadik hírként, rendre beszámolnak róla, de az átlag indiait igazából nem ez a jelenség érdekli, hanem sokkal inkább az, hogy India gazdasági élete hogyan fungál. És ennek megfelelően az indiai diplomáciának meglehetősen nagy mozgástere volt a lakosság részéről, ugyanis nem került igazából nyomás alá. És rendre elmondják az indiai diplomaták a partnereiknek, hogy a tartózkodó álláspont, amit mi képviselünk a válsággal kapcsolatban, a orosz támadással kapcsolatban, az nem egyenlő a támogatással. És ezt mindenféleképpen ajánljuk figyelmetekbe. Idén áprilisban a bucsai vérengzés képei ugye bejárták a világsajtót, valószínűleg önök is találkoztak vele, és ez legalábbis egy olyan esemény volt, ami az indiai politikai elitet is reakcióra kényszerítette. Tirumurti, a dél-ázsiai ország ENSZ nagykövete a biztonsági tanács előtt tartott beszédében a következőket mondja: egyértelműen elítéljük ezeket a gyilkosságokat, és támogatjuk a független vizsgálatra irányuló felhívást. India jelenleg az ENSZ-BT nem állandó tagja. Ebben a közegben, ebben a helyzetben sokan táplálták a reményt, hogy talán India politikája kicsit megkeményedik Oroszországgal szemben. Ez végeredményben így egy az egyben nem következett be. De az azóta eltelt hónapokban azt kellett tapasztalnunk, hogy az indiai diplomácia időnként kevésbé tiszteletteljes már az orosz politikai elit tagjaival szemben, és időnként keményebb odaszólásokat is megenged magának Moszkva irányába. Az indiai álláspont azonban továbbra is az, hogy a párbeszéd fórumait fenn kell tartani, mert a diplomáciai megoldás végeredményben elkerülhetetlen. Abban nagy valószínűséggel igazuk van egyébként, hogy valamilyen diplomáciai aktusnak kell azért végeredményben pontot tenni majd ennek a háborúnak a végére. És India úgy látja, hogy az ő szerepe a nemzetközi kapcsolatokon belül az, hogy minél inkább megpróbálja ezeket a diplomáciai fórumokat fenntartani. A kierőszakolt területi változásokat ugyanakkor hivatalosan nem ismerte el Oroszország javára. A hivatalosant azért aláhúznám az önök részére, mert a Krím-félsziget összefüggésében, hogy említettem, hogy ez bizonyos indiai emlékeket is feltámaszt, a Krím-félsziget összefüggésében eléggé felemásan értelmezhető politikát folytattak, nevezetesen indiai cégek különböző szerződéseket, megállapodásokat kötöttek a Krím-félsziget orosz hatóságaival. Tehát úgy tűnt, mintha India hajlandó lenne azért ezt a területi változást elismerni. Hivatalosan azonban ezt nem erősítette meg mind a mai napig. Napjainkban rendre fölmerül az az állítás, hogy India tulajdonképpen ennek a helyzetnek a nyertese. Ugye miért? Érzékelte azt, hogy Oroszország most igyekszik eladni a termékeit olyan áron, amilyen áron tulajdonképpen csak tudja, és ebből az indiai cégek sokat profitálnak. A energiahordozó importjukon sokat sikerül spórolni az utóbbi hónapokban. Indiára sokkal nagyobb nemzetközi figyelem hárul, a szerepe tekintélye ezáltal erősödik. Valóban nyertese India ennek a helyzetnek? Ugye mindenek előtt figyelmükbe kell ajánlanom, hogy India számára a regionális látkép, a dél-ázsiai látkép legalábbis rendkívül aggasztó. Nem tudom, mennyire kísérik figyelemmel ezeket a folyamatokat a elmúlt egy év folyamán Dél-Ázsia országai rendre politikai, illetve gazdasági krízisbe kerültek.
Ugye Afganisztánban összeomlott a iszlám köztársasági kormány, megtörtént a tálib hatalomátvétel, és Afganisztán gazdasági válságba süllyedt. Nem sokkal később ugye Pakisztán is követte ezen az úton. Idén tavasszal a pakisztáni kormányfőt megbuktatták, egy új kormány került a helyére, és Pakisztán az IMF hiteleért folyamodott, a pakisztáni gazdasági válság jelenségei is egyre szaporodnak. Sri Lankán egy komplett gazdasági összeomlás bontakozott ki, amely politikai válsággal és társadalmi válsággal párosult, szinte tankönyvi példaszerűen. Tehát a reál gazdasági válság társadalmi válsághoz, a társadalmi válság pedig politikai válsághoz vezetett a kis dél-ázsiai szigetországban. Nepálnak is nagyon komoly fizetési nehézségei vannak. Ugye, ha egy indiai ember körülnéz a közvetlen környezetében, akkor azt kell látnia, hogy India ezzel szemben még viszonylag jól fungál. Most már 7% alá süllyedt ebben a hónapban az alapvető termékek inflációja, fogyasztói infláció, ugye bizonyos értelemben még európai szemmel nézve is irigylésre méltónak tűnik. A gazdaság többé-kevésbé stabil. A nyersanyagimportot sikerül biztosítani. Egy indiai választópolgár ezeket az eredményeket értékeli, és Indiának végeredményben választott kormánya van. A stabilitás tehát komoly eredménynek tűnik. És ezt a komoly eredményt igyekszik az indiai kormányzat megőrizni. Ennek megfelelően továbbra is kihasználná a relatíve olcsó energiahordozó beszerzési lehetőségeket, de igyekszik elkerülni a nyugati kapcsolatainak sérülését. Igyekeztem számokkal illusztrálni azt, hogy az Egyesült Államok támogatása és partnersége ma már mennyire fontos India számára. Tehát ez egy igencsak reális korlátja az indiai játéktérnek, hogy a nyugat mennyit hajlandó, főleg az Amerikai Egyesült Államok mennyit hajlandó még ezen belül tolerálni. Mint mondottam, a hátlagos indiai számára a háború ténye és eseményei önmagában nem túl érdekesek. Ha a kommenteket megnézzük, egyébként az indiai közvéleményben is megvannak azok a törésvonalak, amelyek európai közvéleményben megfigyelhetőek. Vannak erősen Oroszország párti véleményformálók, vannak inkább Ukrajna hősies ellenállását éltető és elismerő véleményformálók, de összességében az indiai társadalomban Oroszországgal szemben inkább pozitív attitűd él. És ez egy nagyon lényegi különbség India és a közép-európai államok között. Zavaró ugyanakkor számukra a nyomásgyakorlás és az indiai külpolitika morális tartalmának a megkérdőjelezése. Az indiai diplomácia nagyon szeret egyfajta morális álláspontból kommunikálni a partnereivel. Tehát ők végeredményben függetlenné válásuktól kezdve egyfajta morális tartalmat is igyekeznek kölcsönözni a külpolitikájuknak. És ez a morális tartalom ebben a helyzetben természetszerűleg kérdőjeleződik meg, hiszen államok egy része igyekszik egy egyértelmű állásfoglalásra kényszeríteni Indiát. Az indo-csendes-óceáni térségben India a nemzetközi jog betartását és a szabályalapú nemzetközi rend védelmét hirdeti. Ugyanakkor Oroszországgal kapcsolatos politikájában ez kevésbé tűnik egy markáns elemnek, és ez egy egyértelmű hitelességi problémát vet fel. De drága barátaim, hogyha Kína nem csinálhat bármit az indiai óceán térségében, meg nem csinálhat bármit Dél-Kelet-Ázsiában, és itt fontos a szabályokon alapuló nemzetközi rend, akkor Ukrajna számára ugyanez miért nem fontos? Miért nem álltok ki ennyire markánsan mellette? Ugye erre meglehetősen nehéz válaszolni bármit is az indiai morális politizálásnak a szemüvegén keresztül nézve. Nagyon fontos kérdés India számára, hogy milyen jövő vár Oroszországra az indiai érdekek szempontjából. Az, hogy jelen pillanatban Oroszország hogyan viseli el a vele szemben alkalmazott nemzetközi szankciókat, az egy dolog. De nagyon fontos tényező az, hogy az előttünk álló egy-két évtizedben hogyan jut majd hozzá ahhoz a tőkéhez és azokhoz a technológiákhoz, amely további modernizációjához szükséges lesz majd. India számára Oroszország egy olyan orientációs pont volt, amelynek fejlődésére és a jövő világában betöltött jelentős szerepére azért az indiaiak számítottak. Amennyiben Oroszországnak a hatalmi tekintélye és mozgástere szűkül, illetve meggyengül, abban az esetben fölöttébb kérdésessé válik, hogy be tudja tölteni azt a funkciót, amit India remélt tőle. Nagyon fontos ugyanis, hogy az indiaiak mélyen hisznek a multipoláris világ szükségességében. Ezt ők nem csak az emberiség fejlődése természetes irányának tekintik, de a helyes iránynak is, ha úgy tetszik.
A világ ne egypólusú, ne kétpólusú, hanem többpólusú legyen, amelyen belül India természetesen az egyik pólusnak a szerepét játszhatja el. De hát valljuk be, nem olyan sok állam van a világon, amely ezt a szerepet be tudja tölteni, és Oroszország éppen az egyik lett volna ezek közül. Mi van akkor, hogyha az orosz hatalmi képességek csökkenésével és Kína Oroszország számára való felértékelődésével majd későbbiekben Moszkva már nem lesz feltétlenül hajlandó India mellé állni bizonyos vitás kérdésekben? Az indiaiak remélték azt, hogy az állandó NSBT tagságával az orosz állam olyan kérdésekben, mint például a himalájai határ összefüggésében kialakult konfliktus, majd támogatója lesz Indiának. Mi lesz, hogyha a jövőben az oroszok ezt már nem merik majd felvállalni Kínával szemben? Tudja-e majd tovább vállalni a hadipari együttműködést Oroszország? A közös tenger alattjáró fejlesztést már visszamondták. Arra hivatkozva, hogy az indiaiak olyan dolgokat kérnek olyan szűk határidővel, amit az orosz vállalat már nem tud biztosítani. De vajon tudják-e szállítani az orosz eredetű fegyvereknek az alkatrészeit? Természetesen megoldás jelent bizonyos tekintetben a licenszgyártás. Nagyon sok mindent India már igyekszik saját maga gyártani orosz licensz alapján. De hosszú időtávon fölmerül az a kérdés is, hogy meddig fog kelleni az orosz fegyver? Mint számokkal mutattam, illusztráltam önöknek, természetesen az orosz eredetű haditechnika még középtávon is meghatározó marad Indián belül, tehát ez nem cserélhető le. De valljuk be őszintén, a jelenleg zajló harci események ott Ukrajna területén nem valami jó reklámot jelentenek az orosz haditechnika számára. Vajon a hatalmi identitásában egyre erősödő India meddig tart még erre számot a jövőben? Megfelel-e Indiának a jelenlegi állapot? Én azt tudom önöknek mondani, hogy Indiának nagyjából a 10 hónappal ezelőtti állapot felelt meg, amikor nem volt semmi probléma, és lehetett bizniszelni azzal, akivel csak akartak, anélkül, hogy ez emiatt nyomás alá kerültek volna. És ráadásul fölmerül az a hosszú távú stratégiai dilemma is, hogy hogy alakul majd a partnereinek bizalma az indiai állam iránt. Ugye erőteljes önérdekkövető politikát folytat India, amely ugyanakkor gátolhatja a szorosabb elköteleződések vállalását más államok iránt. Azt azonban látni kell, hogy az előttünk álló évtizedek egy nagyon valószínű forgatókönyv, vagy az Egyesült Államok, illetve a vele szemben kritikus hatalmak szembenállása erősödni fog. Eszmei, gazdasági, adott esetben egyes helyzetekben katonai, biztonságpolitikai szembenállása. És ebben a közegben Indiának a szerepét tisztáznia kell, és a számára kulcsfontosságú partnerek bizalmát valamilyen módon fenn kell tartani. Egy egyre kompetitívebb, még ha nem is feltétlenül hidegháborús világban, pedig ez a bizalom egyértelműen csökkenhet iránta. India sosem vívja meg mások konfliktusát. India nem vállal kölcsönös védelmi kötelezettséget más hatalmakkal szemben. Hangzik az alapvető stratégiai elv, ugye új Delhi szemében. Ez azt jelenti, hogy Indiának tulajdonképpen nincsenek is olyan szerződései, amelyek ilyeneket írnak elő. Nepállal és Butánnal vannak olyan megállapodások, amik biztonsági szerződések, és felajánlják Indiának a védelmét ezekkel a kis himalájai államok, ennek a kis himalájai államoknak a javára. De a jelentős hatalmakkal összefüggésben nincsenek kölcsönös védelmi garanciákat nyújtó megállapodásai. Az Egyesült Államokkal sincsenek, és a Quadon belül sincsenek. Ez felveti annak a veszélyét, hogy egy konfliktus helyzetben India adott esetben akár magára is maradhat. Mert senki sem vállalt kötelezettséget arra, hogy a pártjára áll. Lévén, hogy a világ egyik vezető katonai hatalmáról, nukleáris hatalomról van szó, ugye ennek a kockázata ma még talán nem tűnik igazán jelentősnek, de hosszú távon mindenképpen egy olyan dilemmát jelent, amirevel az indiai külpolitikának kezdenie kell valamit, és az ehhez való viszonyát tisztáznia kell. Nagyjából most járt le az időm, amit az előadás ilyen statikus részére szántunk, hogy megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Egyúttal föltenném a kérdést akkor, hogy van-e valami kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban. Hát amennyiben nincs, akkor köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes estét kívánok önöknek, és eredményes fél évet, amennyi még hátra van ebből a fél évből. Minden jót!